Igaz-e az a hír, amit az MSZP terjeszt, hogy megválasztás esetén a Fidesz elveszi a 100 000 forint feletti nyugdíjrészeket? Meg kell mondjam, hogy nem az első riogatás, nem is az utolsó, pláne most a kampányidőszakban, amit lehet riasztásképpen, az emberek megbotránkoztatása érdekében és az emberek biztonságérzetének a befolyásolására be fognak vetni és bevetnek. Jelenleg is ez nem igaz. Egyszerűen nem igaz, mert semmiféle ilyen előkészület, semmiféle ilyen tárgyalás, semmiféle ilyen úgynevezett megfontolás tárgya nem képezi. Nem igaz, ami ez 100 000 forintos befagyasztást jelenteni, úgyhogy ez semmi más, mint egy blöff és egy riogatás. Az eddigi tendenciát követve megmarad-e az inflációt követő nyugdíjemelés? Az infláció követésnek a módszere az nagyon fontos volt, a régi svájci módszerrel szemben. Most ami várható, hogy annak ellenére, hogy az infláció nagyon lecsökken, gondoskodni kívánunk arról, hogy egyéb más területeken olyan csökkentések legyenek, akár a rezsi, akár más vonatkozásban, amivel kompenzáljuk ezt. De reméljük, hogy a gazdaság növekszik, és akkor a gazdaság növekedésével a plusz többleteket is tudjuk biztosítani. Hogyan érinti a nyugdíjasokat a rezsicsökkentés? Meg kell mondjam, hogy a nyugdíjasoknál egészen más a megélhetési szükséglet is, meg a lehetőség is, de a nyugdíjasokat nagyon érinti az, hogyha a meglévő rezsiből egy kicsit csökkentünk pár százalékot, az ő számukra létkérdés is. És számos területen ez a rezsicsökkentés az idősödő embereknél és a nyugdíjasoknak a létbiztonsága szempontjából perdöntő és meghatározó. Ugyanezt szolgálja a gyógyszerek árának maximalizálása is? A gyógyszerek árának a csökkentése, az idősek és idősödő emberek, idős emberek, azok nagyon sokféle gyógyszert szednek rendeletre, meg orvosi rendeletre, de egyébként a nem orvosok által előírt gyógyszerekből másféle szereket is szednek. Na most ez biztos, hogy ennek a költsége 10-15-20-30 ezer forintot is elérheti, és ezeknek az intézkedéseknek, amelyek most sorozatban bekövetkeztek és bekövetkeznek majd, ezeknek az életük szempontjából ugyancsak befolyásoló és meghatározó feladata van. Mennyiben szolgálja az idősek érdekeit az, hogy a kormány szeretné bevezetni, hogy a mentők riasztás után 15 perccel a helyszínre kell, hogy érkezzenek? Most, hogy az új mentőautók nagyon korszerű felszereléssel, jó szervezeti riasztási módszerrel, tehát azt kell mondjam, hogy az eddigiekhez viszonyítottan minőségileg megemelt formában biztosítja, az idősek, különösen a hirtelen eseményekben a mentőhöz való hozzájutásukban óriási lehetőségeket kapnak. A szentesiek szerencsés helyzetben vannak, hiszen új egészségügyi beruházások is szolgálják majd az ellátásuk javítását. Igen, azt hiszem, hogy Szentesnek van egy olyan jellege, ahol ezek a beruházások nem csak most, hanem majd a következő években meghozzák a maguk gyümölcsét, és az, hogy az egészségügyi szűrések, az egészséghez hozzájutás, az egészségügyi ellátáshoz hozzájutás, ezzel növekszik, és az emberek biztonságát, a nyugdíjas idősödő embereknek a biztonsági érzetét is, és a valóságos biztonságát is megemelik.